Rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 10 fokot is mutathatnak hajnalban a hőmérők. Napközben sok lesz a felhő fölöttünk, inkább csak a Dunántúlon lehetnek naposabb időszakok. Délutántól nyugaton csapadékhullás kezdődik, eleinte eső, majd vegyes halmazállapot, később egyre több helyen a hó lesz a jellemző. A déli, délkeleti szél délkeleten és a Dunántúl északi részén helyenként élénk lehet. Napközben mínusz 1, plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán egy újabb mediterrán ciklon hatására nyugat felől egyre több felé várható csapadék, nyugaton és északon hó, máshol kezdetben eső, majd egyre inkább havas eső, hó hullhat. Mérsékelt, néhol élénk lesz az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Vegyes halmazállapotú csapadék még csütörtökön is többfelé előfordulhat az országban, a csapadék egyre inkább kelet felé fog tolódni. A Dunántúlon viszont már felszakadozhat a felhőzet, és feltámadhat az északnyugati szél. Kora délután 0 és plusz 5 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.